Sziasztok! Ez most egy nagyon izgi videó lesz, ugyanis ma grincsfát fogok készíteni, én magam egyedül, DIY, viszont először el kell mennem beszerezni a hozzávalókat az oázis kertészetbe, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem! Akkor először kiválasztjuk a zanótot, hiszen ugye ez a grincsfának az alapja. Szerintem ez jó lesz. Na, és akkor itt vannak a díszek, igazából mindenféle színben és stílusban megtalálhatóak, úgyhogy mindenki a saját ízlésének megfelelően válogathatja össze őket, és tényleg hatalmas a kínálat. Itt az üzletben is, illetve a webshopban is, ha esetleg valakinek ez kényelmesebb, de hát annyira jó itt élőben válogatni a szép kis díszek között. Én igazából nem is tudom, hogy milyen színű, meg milyen stílusú legyen, mert annyi minden van itt, hogy úristen, bőségzavara. És az a tök jó, hogy egy előre elkészített adventi koszorú vagy grincsfa áráért itt te magad válogathatod össze a díszeket, olyan színben, meg olyan stílusban, amilyenben te szeretnéd, és akkor te magad készítheted el otthon. Úgy döntöttem, hogy én egy ilyen csajos grincsfát fogok csinálni, és a rózsaszín lesz az egyik főszíne a grincsfának, illetve amellett talán az ezüst, vagy a fehér, még kitalálom. Mindent, legalábbis remélem, úgyhogy irány haza. Na, hazaértem, kipakoltam mindent, amit vettem, és készen állok arra, hogy megcsináljam a saját kis grincsfánkat. Az a helyzet, hogy eléggé izgulok, mert eddig összesen egyszer csináltam grincsfát, és akkor is volt ott valaki, aki irányított, hogy mit hogyan csináljak, meg segített, hogyha kellett, úgyhogy egy picit izgulok, hogy mi fog ebből kisülni, de bizakodó vagyok, mert nagyon szép dolgokat vettem. Először is vettem ugye zanótot, mert hogy ez a grincsfának az alapja. Aztán vettem egy ilyen nagyon szép kis kaspót, ebbe fogom beleállítani majd a grincsfát. Ennek ilyen meghatározhatatlan színe van, de nekem nagyon-nagyon megtetszett. Aztán vettem még ilyen kis gömböcskéket, van ami fényes, van ami matt, kisebb-nagyobb vegyesem. Vettem még két csomag ilyen ezüst csillagot, ezek itt ilyen kis gyöngyök, vagy nem is tudom micsodák. Aztán van még itt ilyen ezüst színű zsinór, valamint egy ilyen nagyon szép kis masni, én arra gondoltam, hogy ezt fogom a grincsfának a csúcsára akasztani majd, és ezek így mindösszesen nagyjából 5000 forintba kerültek, szóval szerintem ez így abszolút jó vásár volt, mert itt tényleg olyan lesz ez a grincsfa, amilyennek én megálmodtam. Előkészítettem a kis ragasztópisztolyomat is, amivel nagyon óvatosan kell majd bánnom, mert eddig akárhányszor dolgoztam ragasztópisztolya, mindig megégettem az ujjaimat, de álljunk is neki, mert szerintem soha nem leszek kész. Annyit már előkészültem, hogy az oázist azt beáztattam vízbe egy olyan 4 óra 20 percre, és formára vágtam, hogy beleférjen a kis kaspomba, és akkor ebbe fogom majd a zanótot beleállítani. Most azon gondolkodom, hogy először összekötözzem a zanótot, vagy először állítsam bele, de szerintem először össze fogom kötni egy ilyen vékony kis zöld dróttal.
Szóval végig tekertem dróttal a Grinch fánkat, és akkor most az jön, hogy beleállítom a kaspóba, amiben benne van az oázis. Na most onnan látszik, hogy én nem vagyok gyakorlott grincsfa készítő, hogy arról elfeledkeztem, hogy ide, erre a részre kellene vennem valamiket, hogy ez így szépen mutasson, úgyhogy szerintem ide majd utólag kitalálok valamit. De mindegy, ettől függetlenül fel fogjuk készíteni ezt a grincsfát, ami hát bele se fér a képernyőbe. Viszont az a jó hír, hogy megáll a kaspó és nem húzza el a grincsfa, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. A következő lépés az lesz, hogy ezzel az ezüst zsinórral körbetekerem a grincsfánkat. Hú, ez nagyon jól mutat ezzel a zöld színnel. Mondjuk a vastagabb szalagot vettem volna, akkor azzal szépen el tudtam volna rejteni ezt a zöld drótot, de most már mindegy. Szépen körbetekertem ezzel az ezüst zsinórral a grincsfát, úgyhogy most jöhet az izgi rész, ugyanis fel fogom helyezni ezeket a kis díszeket, amiket vettem. Mivel ezeken a kis gömbdíszeken ilyen drót van, így simán bele lehet őket dúdosni ide a grincsfába, de én szerintem egy kis ragasztóval is fogom őket rögzíteni, ezért a biztonság kedvéért. Ezeket az ezüst csillagokat, ezeket mindenféleképpen ragasztóval teszem fel, illetve szerintem használok majd ezekből a kis bogyókból is. Arra gondoltam, hogy ezekből a picike kis golyókból ilyen gócpontokat alakítok ki a grincsfán, és akkor elhelyezek több ilyen kis gócpontot is rajta, illetve majd ide-oda azért ragasztok így önállóan is egy-egy ilyen kis gömböcskét. És akkor végül jöjjön a grincsfánknak a megkoronázása. Én ezt a nagyon szép kis masnit vettem ide a csúcsára, úgyhogy szerintem ezt úgy fogom felrakni, hogy a kis kötőjét körbetekerem itt a tetején, és akkor nyomok majd rá egy kis ragasztót, hogy biztosan rögzüljön. Én egyébként letettem ide a mellém a földre a grincsfát, mert hogy annyira magas, hogy nem lett volna bent a képben, hogyha fent hagyom az asztalon. És ezzel el is készült az én saját kis grincsfám. Hát nekem nagyon tetszik, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt én csináltam. Tényleg nagyon csajos lett, meg olyan lett, amilyennek én elképzeltem. Nyilván ezt még lehetne azért bőven cifrázni, hiszen láttátok, hogy rengeteg dísz meg hozzávalót lehet kapni. Úgyhogy ha ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy elkészítsétek otthon a saját grincsfátokat, vagy adventi koszorútokat, akkor mindenféleképpen tudom nektek ajánlani, hogy látogassatok el az Oázis Kertészetnek a webshopjába. Ennek a linkjét megtaláljátok a videó alatti leírásban, vagy hogyha személyes
szívesen szeretnétek válogatni a sok gyönyörűség között, akkor pedig nézzetek el valamelyik hozzátok közeleső üzletbe. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve kommenteljetek, és hogyha ti is csináltok otthon grincsfát, és posztoltok róla Instagramra, akkor tegeljetek be a képen, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy a ti grincsfátok milyen lett. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!